Nagyon magabiztos vagyok abban, hogy a digitalizálódó világ egy új növekedési motorja tud lenni Közép-Kelet-Európának. Egy olyan új növekedési motorja, ahol a digitális munkaerő lesz az igazán vonzó azért, hogy valaki Közép-Kelet-Európába fektessen. Alapvetően a komfortosan mozgó közegünk az Közép-Kelet-Európa, de pont a digitalizáció ad lehetőséget arra, hogy gyakorlatilag bárkivel versenyezhessünk. A digitális munka, a digitális fehér galléros munka, az új kék galléros munka. A világban a teljes munkaerőnek 10%-a dolgozik ma digitális munkahelyen. Londonban ez körülbelül 28%. Ez a változás gyakorlatilag befolyásolni fogja a jövőnket, és persze ennek lehet a fenyegetettség oldalát is nézni, hogy 49%-a a munkahelyeknek 2030-ra el fog tűnni, de ez nem így igaz. Nem a munkahelyek fognak eltűnni, csak azok a tevékenységek 49%-a fog eltűnni, amit ma egyébként munkának hívunk. Nem a technológia változtatja meg a világunkat, hanem az ezáltal létrejövő új üzleti lehetőségek. Elképesztő mennyiségben hoz létre új munkahelyeket. Mi is teheti versenyképessé Európát és azon belül is Közép-Kelet-Európát a digitális transformáció szempontjából, az pedig az oktatás. Mi lehet a jövőképe egy közepes méretű városnak Közép-Kelet-Európában? És a brünói példa nem egyedi. Kolozsvár, Krakó, Kassa. És nem csak K-betűs városok vannak, mert van még például Jeszi is Romániában, akik az elmúlt 10 évben csak abból, hogy digitális munkaerőt nagy volumenben tudtak képezni, elképesztő növekedésnek tudtak teret adni. Magyarország 5. a legnívósabb informatikusokkal rendelkező országok listáján. Ez egy elképesztően magas szám. Most már csak az a kérdés, hogy hogyan tudunk mindebből 2-szerest, 5-szerest, 10-szerest csinálni ahhoz, hogy minél több nagyvállalat jöhessen ide, hogy azok a nagyvállalatok idehozzák a tudást, azt a tudást mi reprodukálni tudjuk, vállalkozókat tudjunk nevelni belőlük, és vállalati sikersztorikat tudjunk létrehozni.